Kedves nézőink, Önök a Lécum Televízió heti hír összefoglalóját, a Hírláncot látják. Én Kovács Kristóf vagyok, hozzuk Önöknek az elmúlt hét egyetemi híreit, aktualitásait. Lássunk közülük néhányat. Második cekker, egyetemi túra és rekreációs nap. Borkóstoló, túra és különböző kvízek is várták a résztvevőket. Családi szüreti napot tartottak az egyetem dolgozói számára. Lokálszín kiállítás. Egerben végzett hallgatók állították ki műveiket a Kepes Intézetben. Azonnal hozzuk a részleteket, maradjanak velünk! Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem végzett hallgatóit várták a Juhász testvérek pincészetébe szervezett alumni borklubban, ahol borkóstolóval és pincebemutatóval készültek az érdeklődőknek. Második alkalommal rendezték meg az Eszterházy alumni borklubot. A mostani rendezvényt a Juhász testvérek pincészetében tartották. A Szépasszonyvölgyi pincészetben a bor kedvelői egy borkóstolón nyerhettek betekintést az egri borvidék különlegességeibe. Ez már a második alumni borklubot megszerveztünk. Ennek igazából a célja az, hogy főleg a végzett hallgatókat várjuk vissza, és ugye nyilván nyitott a rendezvény az egri polgároknak is, illetve az egyetemi hallgatóknak, dolgozóknak, ezért egy tök jó lehetőség arra, hogy újra találkozzanak a már végzettjeink a volt tanárokkal, hallgatókkal vagy dolgozókkal is. A borkóstolót Juhász Ádám a pincészet vezetője tartotta, ahol a borkínálat mellett a pincészet arculatát ismerhették meg az ide látogatók. A tervek szerint novemberben várható a következő alumni borklub, amit utána havi rendszerességgel látogathatnak meg a hallgatók. Második alkalommal tartottak cekker, egyetemi túra és rekreációs napot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatóinak, dolgozóinak és családjaiknak. A szabadidős programon résztvevők három nagy egethely túraútvonal közül választhattak, de többek között olyan programokon is részt vettek, mint a borkóstoló, a zenei, illetve bükkikvíz vagy a botanikus kert látogatás szakvezetéssel. Túra, zene, borkóstolás. Túranapot tartottak gyönyörű őszi környezetben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatóinak, dolgozóinak és családjaiknak. A szabadidős tevékenység célja, hogy természetközeli, sportos programot biztosítsanak az egyetemi polgároknak, és kicsit jobban megismerjék Eger természeti kincseit. A második, cekker egyetemi túra és rekreációs nap az egyetem botanikus kertjében kezdődött, de a rendezvény központi programeleme a három nagy egethegyet érintő túra volt. Alapvetően három túraútvonalat kínáltunk az érdeklődőknek, egy klasszikus Eged föl le, aztán a kicsit hosszabb a Tibakút felé megközelítve az Eged tetejét, és onnan vissza ide a botanikus kertbe, ami ugye otthont ad a mai rendezvényünknek. A harmadik pedig még egy picit hosszabb, várkutat is megnézik azok, akik a leghosszabb távra vállalkoznak, és úgy jönnek vissza ide a kertbe. Sütő László, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézetének docense, túravezetőként a tanösvényen ismertette a résztvevőkkel a Nagy Eged természeti kincseit. A tanösvény egy komplex tájismereti tanösvény, ami azt jelenti, hogy a hegy felépítéséről, az úgynevezett földtanáról, a hegy formáiról, a formakincséről, a növényzetéről, illetve az állatvilágáról is kaphatunk képet, sőt, vannak olyan helyek, ahol a gazdálkodási viszonyokra, az úgynevezett történeti tájhasználatról kapunk információt. A túrázókat a Nagy Eged útvonal teljesítése után a természetnedűi, a hegyleve borkóstoló és zenei kvíz várta. Rabatilla először járt az Egedhegyen, így a tanösvényen rengeteg új ismeretet szerzett. A túravezetőnk nagyon sok érdekességet mutatott, ilyen kövekkel kapcsolatosan és az itt élő állatokkal és a növényvilággal kapcsolatosan, szóval nagyon izgalmas programnak tartom ezt a mai kirándulást. A botanikus kertbe visszaérkezőket szörp és zsíros kenyér várta, és többek között olyan programok, mint a bükkikvíz vagy a botanikus kert látogatás szakvezetéssel. Október 15-én családi születi napot tartott a munkatársak és családjék számára az egyetemi családbarát programiroda. A kölyüktető szőlőbirtokon szervezett közösségi programon mintegy 80 résztvevő ebédelt együtt a szőlőben, és szüretelt az érett kékfrankos szőlőt.
Az Esterházy Károly Katolikus Egyetem nemrégiben nyerte el a Családbarát Egyetem címet. Az intézmény minden tekintetben törekszik arra, hogy valóban családbarát munkahely legyen. Ennek okán például október 15-én családi szüreti programot tartottak az egyetem kölyüktetői birtokán. Az időjárás nagyon kedvez nekünk, nagyon sok család kijött, a szülők, gyerekek itt vannak az egyetemről. Ebéddel vártuk őket, és ha megérkezik mindenki, akkor egy kis szüreti élményben veszünk részt, majd megnézhetik a gyerekek a szőlőfeldolgozást, egy kis mustkóstolás lesz, és szabadon mindenki játszhat, beszélgethet, és még egy kis borkóstoló is belefér a délutáni programba. A családokat támogató megoldások fontosak az egyetem vezetése számára, hangsúlyozta a szombati közösségi programon dr. Váci Kálmán Zoltán, az egyetem általános rektor helyettese. Nyilván próbálkozunk egyre lehetőségeinkhez képest, de szerencsére egyre bővülő lehetőségekkel, mint program szervezés szempontjából, mint pedig a munkahelyi körülmények, illetve a munkarend olyan típusú biztosításával, olyan körülményeket teremteni a családos kollégáink számára, ami egyre inkább optimálisabb lehet, vagy pedig az intézmény részéről egy olyan extra plusz kis lehetőséget biztosít, amivel jobban érezhetik magukat az intézmény munkavállalóiként, illetve a családjaikkal együtt. A családi születi napon a gyerekek és a szülők számára nagy élményt jelentett az együtt töltött idő és a különleges környezet. Most még csak a fűt kocsányt vágjuk, hogy ne tegyünk kárt a vesszőkbe. Családommal jöttem, a három testvéremmel és a szüleimmel, és én nagyon élvezem ezt a szüreti programot. Voltak, akik már sokat szorra, de akadtak olyanok is, akik először szüreteltek életükben. Inkább a gyerekkori szüreteimre emlékszem. A különbség az, hogy ez azért egy sokkal profibb itt a szőlő egyforma. Amikor én szüreteltem, akkor ezerféle szőlő volt, és abból egy ilyen kevert bor jött létre. Milyen ez a mai nap, ez a szüret? Hát nekem nagyon tetszik, de én Budapesten lakom, és én még soha nem láttam ilyet, hogy így mindenki szüretel, és nekem ez nagyon tetszik. A családok a szüretelés után a gépi feldolgozás bemutatóján is részt vettek. A friss, habos must és az ízletes rétes kóstolását követően a gyermekek elmerülhettek a közös játékban. Egerben végzett, és azóta is a Magyar Kortárs Művészeti Életben aktív festőművész csoportos kiállítása nyílt meg október 18-án a Kepes Intézetben. A kiállítást dr. Habilzu Deodát, egyetemi docens nyitotta meg. A Lokálszín hallgatói kiállítás október 18-án nyitotta meg kapuit. Az Esterházy Károly Katolikus Egyetem képzőművészeti és művészetelméleti intézet volt diákjainak munkái kerültek kiállításra a Magyar Festészet Napjához kapcsolódóan a Kepes Intézetben. Idén arra gondoltunk a kollégáimmal, hogy mi lenne, hogyha ránéznénk arra, hogy az eddig végzett hallgatóinkból rendezett kiállítás hogyan is nézne ki. Volt hallgatókat hívtuk meg, akik valamilyen formában még a szakmában tevékenykednek, tehát festőművészek maradtak, vagy csoportos kiállításokon, egyéni kiállításokon szerepelnek azóta is, amióta nálunk végeztek. A kiállítás fő célja az volt, hogy van-e az egeri festészeti oktatásnak saját egyedi hangja. Olyan volt hallgatók munkái kerültek kiállításra, akik az utóbbi 10 évben végeztek, illetve sajátos és egyedi hangot képviselnek, emellett pedig minőségi munkákat tudnak felmutatni. A Kepes Intézetben november 7-éig tekinthetik meg az odalátogatók a kiállított műveket. Kedves nézőink, önök a Hírláncot látták, köszönjük figyelmüket! Tartsanak velünk jövő héten is, hiszen akkor is a legfrissebb egyetemi híreket hozzuk el önöknek, további szép napot, viszontlátásra!